Köszöntelek benneteket ezen a felvételen egy új hold június 21-én az indiai számítás szerint. Új hold azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. A kínai asztrológiánál úgy szokták ezt mondani, hogy az égi császár és az égi császárnő visszahúzódik, és van köztük egy testi kapcsolat. A lényege az ennek az új holdnak, hogy mi visszahúzódjunk, és elgondolkodjunk valami felett. Én most kiraktam így a kártyát, ahogy a csillagképek voltak abban a pillanatban, amikor a nap és a hold találkozott. Így láthatjuk képek alapján, ez olyan, mint egy ilyen horoszkóp, és ezt szeretném nektek mutatni. Itt a nap és a hold az ikrek jegyében találkozott az indiai számítás szerint, ahogy az asztronómusok is kiszámolják. És van Orion csillagképből egy hatás. Ez az Orion csillagkép egy vadászt jelent, és ennek az égi vadásznak van két kutyája, és azok mutatnak egy irányba, és az a polár stern, a polár csillag, vagy északi csillag. És az mutat nekünk egy új irányt. És ez lesz a következő napokban, hetekben egy új irány. De ma még ne kezdjünk semmit, hanem legyünk visszahúzódóak, mert ezt mutatja ez a 12-es életház. Ez a visszahúzódás. Itt vannak titkok is, minden, ami olyan titokzatos. Ebben a 12-es életházban vannak kármikus témák is, és ez a felfele mozgó holdcsomó mutatja az irányt. Egy kármikus életsors az, amire most szükségünk van, és a mai napon el kell, hogy ezen gondolkozzunk. De nem csak az újdonságokról van itt szó, vagy egy új irányról, egy új lehetőségről, hanem a 12-es életházhoz tartoznak az ellenségek is. És itt a Merkur bolygó, az a beszélgetésekre utal, vagy kapcsolatokra, az lehet üzleti kapcsolat is, vagy egy dokumentnek az aláírása, legyünk most óvatosak, visszahúzódóak, és ha titkaitok vannak, azt ne meséljétek el másoknak. Merkur bolygó itt visszafele tekint. Ez a visszafele tekintés utal a múltra, az is lehet, hogy valaki gondol most rátok, és a következő napokban, hetekben újra jelentkezik nálatok a múltból. Ami még nagyon fontos, a nap és a hold találkozik itt, és ez egy új hold. Ha egy új hold, vagy egy teli hold ezen a kármikus csomón van, vagy a felfelé álló hold csomón, vagy a lefele mozgó holdcsomón, akkor mindig finsternis van, vagy fél finsternis. És itt mindig kármikus témáink vannak, úgy, mint a mai napon is, mert ma van egy ilyen finsternis, az új hold itt található, ezen a felfele mozgó holdcsomón, amit az indiai asztrológiában Rahunak nevezünk. Abban a pillanatban, amikor a hold és nap találkozott,
a rák jegye kelt fel a keleti határon, és mutatja a témákat. A rák jegye a víz eleméhez tartozik. A víz eleme szimbolizálja az érzéseket. Tehát ez most nagyon fontos. A rák jegye mutat a családi kapcsolatokra is. De ami még fontos a rák jegyénél, nem csak a család vagy az otthon, hanem egy belső otthon, mint egy ilyen tempel, és ezt a belső erőt érezzük akkor, ha meditálunk. És egy új holdnál ez egy nagyon jó időpont hozzá. A rákkal szemben itt a bak jegye van, és itt nyílik egy új ajtó, mégpedig kinyílik a hetes életház, ami a pár kapcsolatra utal, és az tükröződik nekünk. Itt, ebben a hetes életházban, ami most tükröződik, van a bak jegye, az a föld eleméhez tartozik, és mutatja a reális dolgokat. Itt hat Jupiter bolygó, Szaturnusz bolygó és Plutó, mind három visszafele tekint, és ez a múlttal áll összeköttetésben. Ahol problémáink vannak, azt mutatja Chiron, ez a kis bolygó. Chiron az a Szaturnusz és Uránusz bolygó között mozog, és mutatja azokat a témákat, ami bennünket betegít. És itt kell a gyógyulás. Milyen témák vannak itt? A hatos életház az a munkát jelenti, és az egészségügyi helyzetet. Itt ebben a hatos életházban van a lefele mozgó holdcsomó vagy kétú, és utal a múltra, vannak kármikus témák is. Vénusz bolygó itt a 11. életházban található a bika jegyében, kihat a nőiességre, a szerelmi kapcsolatra. A 11-es életházban vannak a barátok, de a vágyak és remények is. Vénusz bolygó visszatekint, az lassítja kicsit az eseményeket, de utal a múltra is. Előfordulhat, hogy valaki jelentkezik a múltból, kihat a szerelmi életre, vagy egy hölgy a baráti körből. Uránusz bolygó itt van a 10-es életházban, a kos jegyében. Itt lesznek változások, és utal a hivatásra. Mars bolygó mutatja az erőnket. Itt található a 9-es életházba, hova fordítsuk most az energiánkat. A 9-es életház utazásokat mutat, külföldi kapcsolatokat, de ez lehet egy belső utazás is. Mars bolygó lehet egy férfi is, egy kapcsolat külföldről. A 8-as életházban van Neptun bolygó, és utal arra, hogy sok minden olyan átláthatatlan hivatalos dolgokat illetően, vagy egy örökségi ügyben. És ez volt az új hold felvételem. Köszönöm figyelmeteket, viszonthallásra!